Sziasztok, fiúk, lányok! Kezdjük! Az idejét nem tudom, hogy mikor játszottam utoljára a Rastal. Na jó, ez nem teljesen igaz, mert megnéztem. 2016. decemberében volt az utolsó videó, tehát bő három évvel ezelőtt. És hát azóta... Hát nem nagyon volt ingerenciám arra, hogy játszak a játékkal, lévén, hogy kaptam belőle eleget. Meg szerintem ti is kaptatok eleget, de most itt vagyok megint, és Azóta, hát kb. kismilliószor kérdeztétek, hogy mikor lesz leszt. Fogok-e még resztozni? És mondtam, hogy majd, majd, még, majd. Na de most elérkezett az alkalom, ismét belevágok a kalandokba, nem ígérhetek többet, csak könnyeket, véres verítéket és szenvedést, meg nagyrakat szívást. Úgyhogy vágjunk is bele, ott van két emberke, és nem biztos, hogy én akarok velük bármit is kezdeni. Na itt kezdünk a parton és azt mondja, már, már mindent elfelejtettem szinte a játékból, szóval így gőzöm sincs, hogy most ezt így eszik-e vagy iszek. Na jó, nagyon halvány lila gőzöm azért van, de nézd már kukorica, ezzel tudok valamit kezdeni amúgy, vagy így csak tönke tudom barmolni, vagy így mi van, miért nem tudom leszedni. 33 perces kukorica. Nézd már, csillog az érc. Na jó, hát akkor kezdjük. Ez, ez így tök jó, mert így jelzi, hogy ezt így ütheted ez most így miért csillog máshol? Ez így mi? Jó. Ö, valamit hallottam, mint hogy dübörögne. Na. Szóval Rust, lényegében arról szól a játék, hogy élj túl, és legfőképpen a többi játékost élt túl. Jó, ez kén, az annyira nem fog nekünk kezdeni, ott ketten ott építkeznek, jó. Akkor én arrébb is mentem. Na, azt mondja, getting started. Jaj, de jó, kapok egy ilyen sorvezetőt. Szóval így elindulunk a legelejéről, a leges legelejéről, és akik már régi motorosok, mellesleg megjegyzem, hogy így az infokártyák közé linkeltem Rust videót, vagy inkább leátszási listát, mert nem kevés videó van. Ha valaki most együtt a helyébe végig akarná nézni, szerintem egy hétig a gép előtt ülhetne, úgyhogy el, érdemes elosztani. De ha valaki hát akkor uram, uram bocsánat, nézze így a kezdetektől, tehát így 2014. januártól vettem fel a rázban fonalat, és hát nem kevés szívás volt. Látában mindig úgy alakult a történet, hogy én valahol a bokorba kussadok, és próbálok nyersanyagokat szedni valami kis tákolmány építményhez, amit utána rútul berédelnek az oroszok, és utána kb. az egészet porigrombolják, kifosztják, és utána behintik sóval az egészet, és felszántják. Szóval, ja, erről szól a játékot. Van egy világító törőszete, elrakom ezt a követ. Na nézzük csak, ah, itt van a karakterem, és mit tudok kraftolni? Hát sokat nem, ahogy nézem. Ja, és akkor majd kell nekünk egy ilyen kis boltom, kis csákány, csak ehhez kő kell, meg majd egy tervrajz, meg ruhák, meg van ilyen nagyon-nagyon csini csizmám is, meg ilyen dolgok, állat belegből, meg ó, mi ez? Itt a automata, vagy valami masina? Csak lenyomjuk, ó, oh, és itt a térkép! Nagyon jó. És mik ezek a kis pöttyök itt? Ja, hogy így le tudok. Mi ez? Bandit shop. Aha. Tehát ilyen boltokat le tudok már helyezni. Na. Á, igen, itt van egy fémépítmény. Gyönyörű. <laughs> Ketreccel. Ahogy nézem, itt van mellette egy kemence, amit nem tudok használni, de tudok használni, jó, itt a nagy kemence, hát lehet, hogy másét fogom kezdetben használni, meg ahogy nézem, ezt itt úgy, ahogy van, felnyomták valamikor, ó, és van itt egy ilyen külön kis, ja igen, ehhez már kód kell, ja, a romok között mit találunk, ugye, de igen, szóval van egy ilyen, Kvázi posztapokaliptikus, de nem is posztapokaliptikus, inkább egy olyan nagyon keleti, Hú, uh, az igen. Egy ilyen balkán feelingje a játéknak. Azért itt volt cucc. Ebbe az építménybe, ahogy nézem. Ó, uh, ott fekszik valaki. Ott egy világító torony. Na, nézzünk körül a világító toronyba. Aztán majd utána fát, meg minden más cuccot kéne szerválni. Öh, hát ez itt mi? Azt mondja, hogy medkitet árul ezer kőért. Aha. Ja már értem, szóval ezt így le tudod rakni, és akkor így cserélgethetsz a többi játékossal, és uh, uh, nyersanyagot mondjuk cserébe adnak valamit, ami nekik van. Tök jó. Oké, most én beültem a csónakba, és akkor most mi van? Ja, hogy. Ja, hogy ja. Jó. Tehát, hogy... És ebbe is van valami dobozka. Tehát, hogy ebbe meg nyers üzemanyag kellene. Tök jó! Lehet a vízen hatékonyan közlekedni. Az ott meg... Az ott egy szarvas? Aha, az ott egy szarvas. Vajon még mindig fénysebességgel közlekednek a vízben? Hello, szarvaska! Ne fuss el! A papa enni akar! Ne, 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 ah, ez elment. Na jó, hát akkor majd itt, itt, van egy ilyen lesebzett szarvas. Majd valamit kezdünk vele, csak ne fussál el. Ajajajaj. Aj, aj. Na ezért lett volna jó már, hogy a kapásból baltával megyek neki a dögnek. Na, mire lehet itt számítani? Könnyekre és véres verítékre. Ó, kezdődhet. Mi volt ez a hang? Na mindegy. Mindig arról szól a történet, hogy valami kis házat csinálok, aztán felnyomják. És igazán, ó, nézd már ott is, milyen szép ház. Ilyen dizájt mi is csináltunk annó? Na de a RASZT volt az a játék, amiben így nagyon durván rácsúsztam. Kb. a legtöbbet játszott játékaim egyike. És még. Régi cimboráim is rácsúztak velem együtt És ez, ez az igazság, az, ez az igazán durva, hogy olyanok, akik úgy nem, nem, nem igazán gamerek, jó szoktak játszani, de úgy, úgy, úgy nem annyit Nem sokat, ők is nagyon durván rácsúsztak Nézd már, ki dől a fa Micsoda fejlesztések, jó akkor majd csak követ kéne találni valahonnan Ebből mondjuk Nem, ebből kő nem lesz Itt nem tudok semmit se Összeszedni, ki is írta nagyon bőcsen. Ja, itt ez, ez a fatuskó. Wood. 50 fa. Ja, hogy, ja, mert így spónolhatnak így random ilyen farakás, kőrakás, amit így fel lehet szedni, tényleg. Jó, azért szép, lassan jönnek ám vissza az emlékek. Ja, ez kén. Ez csak egy kő. Jó. Ezzel nem sokat kezdünk. Ez is csak egy kő. Na, szedjünk még fát. Mire lenne szükségünk? Várjunk csak itt kezdek éhes lenni már, nagyon is. nézzünk valami fegyvert, igen, a az jöhet. Ez, ó, oh, pont az összes fámot elhasználja. Nem baj, Ó, oh, mi Ja, itt, uh, igen, itt van a fű. Jó. Vagy hát, a dudva. Szedjünk egy kis dudvát. Oh, mi ez az X? Mi ez az X? Most arrébb ment az X. Mi így gyorsabban kiütöm a fát, vagy mi? Nem mindig odajti, De várjál, most nézem! Ha az X-et eltalálom, akkor egyre többet ad nyersanyagot. Ja, most már kilencet ad. Csak hát így körbe kell táncolni ezt a nyomorult fát. Na és most már tizeket, annyit, mint hogyha baltával ütném kb. Igen, tehát, hogy így szisztematikusan érzékeljük a fa gyenge pontjait, és akkor így odaütünk, és akkor így több fa jön ki belőle. Aha. Ó, és ki is dölt. És 125 fát kaptunk a végére. Wow. Wow, akkor most már csak követ kéne valahonnan hántanunk. És akkor már is. Ugye, mi kell a legelején? Egy hálózsák, hogy valahol a közelbe tudjál spónolni. Most a hálózsák... Hálózsák, hálózsák, hol vagy? Mi kell hozzá? Klotty. Jó, 30 klotty, ezt így megjegyezzük. Ja, igen, 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 itt vannak a dudvák, az mindenképp. Itt valaki szépen berendezkedett. Ó, ott a szarvasom. Gyere csak, gyere csak, gyere csak, közben szedek dudvát. Ha, vajon gyógyult azóta a szarvas? Meg ugye el tudom dobni a láncsát, ha jól emlékszem. Ja, de célozni nem tudok, úgyhogy inkább ezt meg se kísérelném. Meg kell várni, amíg a szarvas kb. feladja a harcot és megáll, vagy valahogy belassul. Azt hiszem, egy idő után, mintha belassulnának. Közben felszedem, amit lehet. Ö. Hova lett ez? Hová tűnt a szarvas? Eltűnt. Elvesztettem egy szarvas közben. Tudok ilyet, tudok ilyet csinálni, jó? úgyhogy azt én minél hamarabb így le is. Beraktam az összes létező cenzúra üzemmódot. Nehogy véletlenül a Youtube az így behasítson, hogy így Nem családbarát, úgyhogy a lehető legcsaládbarátabban kezdtem el ábrázolni itt a dolgokat Remélem, hogy ezért már nem fog beszólni Hoppá, hoppá Ott azokat kihagynám, azokat a jó embereket, mert ott kettő ember Lehet, hogy... Ó, jaj, 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 már már megint kezdődik, tehát, hogy erről szól a játék Masszív szívás, kökeményen Tehát, hogy így elkezdesz valamit csinálni és hogyha nem az első percben veragyon egy félmesztelen orosz, akkor valószínűleg azután, hogy egy olyan 15, 20, 30, 60 percet összeszedtél valamit, felépítettél valamit, és utána még jól fel is nyomnak. Azott a szar, mindegy, hagyjuk. Az a szarvas egy csapda. Nem szabad, nem szabad. Ö... Ja, ezzel csak ültetek tudvákat. Na jó, mivel én itt mindjárt meg fogok dögleni, ezért jobb, hogyha lepozícionálok ide egy hálózsákot, mert éhezés esetre forog majd fönn, és a már megszerzett javakat, ja igen, a világított toronyhoz el akartam volna menni amúgy. De hogy mehetnék el, ha itt mindjárt éhen döglök? Ó, ilyen kis házikók. Igen, ilyen random egyszer egy egy, 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 házikók. De a lényeg, hogy hálózsák, valami kis Rejtek hely Rename sleeping bag Jó, mi legyen a neve, mondjuk Éledő zsák Oké, okay, éledő zsák egy Jó, elkezdtem éhezni Ezekkel a kukoricákkal kéne kezdenem valamit szerintem Meg követ kéne találnom Yield, yield Ja, hogy ezeket lehet öntözni is kéne Létezik? logikus lenne, hogy öntözzed azt a nyomorult zsákot, vagy zsákot, kukoricát, akkor követ kéne találni. Annak ott elég kőformája van, próbáljunk szerencsét. Na, éppen ahogy csak elkezdtük, és már is... Nem, ez csak kén. Mi az Isten kezdek enni ennyi kénnel? Puskaport, azt még így hírbölcse fogok készíteni. Ó, oh, itt vannak az a rabok, vagy mi? tudtam kukoricát szüretelni. Ez az. Ez az, betoltam pár cső kukoricát, úgy van. Ó, hát köszönöm szépen, bárki is termesztette itt a kukoricát. Nagyon-nagyon hálás köszönet érte, és ó, nézd már, itt van egy ilyen tervező asztal is. Mi szintén jó valamire, már elfelejtettem, hogy mire, de majd szépen mindenbe fog ugrani, szép lassacskán, apránként. Na, ha jól emlékszem, kell majd nekem ide egy ilyen kis zsákocska, igen, Small Stash, ahova el tudok majd rejteni dolgokat. Igen, tehát, hogy a zsákot azt el lehet ásni, ha jól emlékszem. Ó, nézd már, milyen kis otthonos. Igen, tehát ezt a részét a játéknak mindig is nagyon szerettem. Tehát, hogy ilyen kis otthonokat tudsz építeni, berendezni, egészen ízlésesen akár, és így, így, így tök jó. Jó, hát ez így rommá lett rédelve. Aha, itt tök jó dolgok vannak itt. Ó, nézd már, milyen ládikák azt tudom, hogy ilyen egészen kiterjedt workshop supportja van a játéknak, most már meg így lehet cserélgetni, meg minden. Na, és addig kell eljutni, hogy egy ilyen egyszer egyes, ó, hát ebből nem sok maradt, egyszer egyes vikillót így fel kell húzni, és akkor azt így bevédeni, minimum kőfal, meg fémajtót, és ugye az a szűk keresztmetszet, amíg a fémajtóig eljutsz, és kiégetsz annyi fémet, hogy meg tud építeni a fémajtót, és izgalmak mindenhol az alatt az idő alatt. Na most Aránylag metál, jó, 50 metál, az mondjuk annyira nem kell, követ adjál, követ, kő, tudod, kő, de tök jó, tök jó, tehát hogy így érzem, most már így, így megint érzem azt, hogy miért is rántott be ez a játék annyira, ja és itt is csillog, és akkor oda kell ütni, és akkor már 15 tart, és hogyha végigütöd, akkor a végén, amikor így összeroppan az egész struktúra, akkor meg nagyon sokat ad? és ez hogy van? Kíváncsi leszek, hogy mikor lő valaki hátba. Ja, így 22-ket ad. Megtalálom szisztematikusan a kő gyenge pontjait. Mert érzem, én vagyok a kövekkel suttogó. Ó, hát itt van, van azért benne anyag. Jó, mondjuk láttátok, tehát ilyen ezresével zabálja az anyagot kb. Úgyhogy így tehát ilyen ez, ezeret kérnek egyetlen egy kis nyomorult medkitér. Jó, és ez 14 kő. Na, viszont! Viszont, 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 viszont meg tudjuk csinálni magunknak Ö... ezt. Ö, erre már nincs elég ég fánk. Jó, de addig megcsináljuk a tervet, hogy akkor építeni is tudjunk. Jaj, de jó, hogy nem halok ilyen. Kukorica megmentett. Ez miért csak hármakat ad? Ja, mert ott az X. Ha most már négyet ad. Ó, oh, és ezt a tövénél kell ütni. És nem megy el az X nagyon. Ezt már szeretem. De ezt értem el a logikáját. Tehát, hogy ezt valószínűleg azért rakták így a játékba, hogy ö, legyen egy kis kihívás abban, hogy így hogyan farmolsz, és így körbetáncolod, mondjuk nem tudom, hogy hatékonyabb-e ez, hogy így körbetáncolod, meg közben ugye egy ilyen egy helyben toporgó célpont, vagy egy fa körül valami félőrült, aki körbetáncolja a fát, és közben rituális emberáldozatot mutat be neki biztosan, ö, amíg hátulról kb. bármilyen borzalmat leművelnek veled. Nem baj, egy, egy ilyen kis vityillót azért húzzunk már föl, valahol itt a tengerpartnál, egy ilyen szépet, amit utána rommár édelnek, lényegtelen, de legalább az a miénk megvan, és a Mienk lesz, elmondhatjuk róla, hogy az a Mienk, És most is kíváncsi vagyok, hogyha így kidöntöm a fát, akkor a végén ad ilyen száz valahány nyersanyagot. Hú, már nagyon kezd, ez az, és 188 zsír. Jó, akkor mi kellett még nekünk? Kellett egy ilyen is. Jó, nézzük ezt az inventorit. Jó, a kis követ, azt szerintem kicseréljük. Jöhet ez is, és nem sokára készen lesz a csákányunk. Ezt pedig valahova lehelyezzük. Na nézzük csak. Nézzük, nézzük, nézzük. Hmm. Ezt így ide, de a kövek alá. Nagyon jó open, és rakunk bele, hát mit rakjunk bele? A fémet, igen, a fémet, meg a klottyot. Igazán ez annyira kis alap, tudsz, meg, 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 kaját, igen, a kaját, hogy belerakhatjuk. A többit, hogyha elveszik, hát na bum, úgyis vissza azt kell szerezzük, és hide, ez az. Jaj, ez de szerettem. Oké, okay. Na. Akkor most már, csak azt aztán jegyezzük is meg, hogy ide ástuk e <laughs> Jó, csak egy térkép. Nézzük. Tehát, hogy itt nem tudok jeleket hagyni magam után. Na, akkor nézzük. Most arra mentem egy picit, de jó, raktam oda. Csinál, azt mondja a játék, hogy csináljunk egy tábortüzet. Jó, nem tudom, minekre csináljunk. Na, és akkor most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fára lesz szükségem. Itt van ez a szép fa. Ezt így körbe is táncoljuk. Itt most nem adja be az X-et, tehát csak a kővel adja be az X-et? Hogy megy ez kérem szépen? Jaj, ez az... Háncsad! Háncsad! Nagyon sok fára van szüksége a papának, úgyhogy... Toljad neki. Az a baj, hogy itt eléggé... Mi volt ez? ja hogy ott az X! Jó, és dőlt. Na, és ez már 300 adott egyből! Szép. Várjál. Mint hogyha lett volna egy fatuskó. Aha, jó. Jó, hát azt az szerintem nem éri meg, hogy elmenjünk, érte? Na, nézzük ezt az X-et. 11, 12, 13 fölmegyünk egészen 20 -ig. Na, ez jó! Ez jó, amikor már nem viszi el az X-et. Így lehet haladni. Kíváncsi leszek a végén mennyit ad. 400! Wow! Wow! Várjunk csak, mi kell még? Ja igen, ez ez kell, hogy valami hatékonyabb Ajtót, meg mindent építsünk, meg falat legfőképpen. Na ó oh, itt is laknak. Hát teljesen be vagyunk építve. Jelentem. Jó, ezt sem lehet leszületelni. Na, de tök jó, hogy fényes nappal vagyunk, mert általában mindig az szokott lenni a vége, hogy vagy azt nézitek, vagy azt kellett nézzétek, hogy én így hántom a fát és töröm a követ, ami egyébként most is megvolt, vagy pedig azt, hogy a bozótban kusadok, vagy azt, hogy a tök sötétben megyek előre, és én még azért valamit látok a képernyőből, de ti már annál kevesebbet. <laughs> a kukorica. A jó kukorica. Igen, valami ilyesmit kéne így a part mellett megépíteni. Na nézzük. Hoppá, 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 szarvas. Szar egy egész szarvas csorda van itt, kérem. Na. Elő a törzsi szerszámot és hogyha becsalom a szarvast a vízbe, akkor ő ettől lelassul. Hoppá, hoppá, ott azért vannak építmények nagyobbak. Igen, tehát ezt a játékot nem egyedül érdemes játszani. Ó, sós víz, ebből ne így áll. Ja, és még szomjú, szomjas is leszel, aha. Nem baj, szedünk klottyot, meg állati zsiradékot, meg szarvas husikát. Nyami, meg szarvas agancsot! Na nézzük, mit tudunk kezdeni Ö, magunkkal. Csináljunk valami ruhát már, ez az... Ilyet nem tudunk? Nem, mert ehhez több csont kellene. Hát csináljuk akkor egy ilyen... Parcos, hát, poncsó! Á, ez az, bőr bőrponcsó. Nagyon menő, nagyon menő. Ez jobban véd. Kell egy bőrgúnya, ez is jöhet. Na, fel fogok ilyen itt töltözni, pikpak, csak még szarvast azt adjatok. Jó, itt azért eléggé be vagyunk építkezve, tehát valami kis olyan félreelső zugot kellene találni az építkezéshez, ami nem annyira szembetűnő. Na várjunk csak, közben elkészült az első ruhám. Ez az. Mondom, én leszek az arab. Az egyébként fura random, hogy milyen skin sorsol neked a játék. Ha jól emlékszem, a Steam id től függően sorsolja ki a játék. Ó, ott két malom is van, figyeled. Tök jó dolgokat rakhattak ebbe a játékba, amiről gőzöm sincsen. Ez most komolyan nekem jött? Most komolyan nekem jött a szarvas? Aza, a, azt a. És le is vagyok sérülve, konkrétan. Na, mindegy. Beforgatjuk a testét. Úgy. Na nézzük, tudok-e még magamnak valami jó cuccot csinálni? Mondjuk egy ilyen bőrnadrágot. Az, az jól van. Ú, azért az eltart még egy ideig. Meg egy bőrkesztyű? A. Ah, nem, ez, 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 jó lesz. Szarvas a fejes. Ez micsoda? Itt ez valami itató? whatever. Na, öltözködjünk. ha már van. Ja, és akkor itt a bőr. Azta. Szép, szép, szép. Szépen nézünk ki. Kéne még lehet kajálni. Na mindegy, menjünk be, Menjünk bejebb innen a vízpartról, ott van még egy szarvas, de ez egy jelenleg jó környéknek tűnik, csak ott ugye van egy ilyen elég eh, nagy épület. Szóval már látom előre, hogy a kommentek közt biztos lesz valaki, vagy valakik, akik megjegyzik, hogy hát Csonti, ezt ne egyedül játszod, mert esélytelen. Én ezt a játékot tradicionálisan mindig is egyedül játszottam, mert hogy abban nagyobb a kihívás. Persze volt, amikor csapódtatok hozzám, meg amikor így tényleg behúztam a régi cimboráimat is. Nem, nem zsaroltam meg őket meg, és teljesen maguktól jöttek, és ők is rápattantak a játékra, de hogy... Én nekem mindig ez benne volt, hogy egyedül játszom a játékot, mint úgy majdnem mindent. És akkor abban van a kihívás, abban van az élmény, meg hát valahol szerintem ti is ezt élveztétek, hogy így a csonti szív, mint a torkos borz. Ó, oh, na. Igen, quality gameplay, Fat hántasz. x is. De mondom, szóval tudom, hogy ezt a játékot minél többen játszátok együtt, annál jobb. Főleg az elején, amikor azzal telik egy-két hogy megtaláljátok egymást a térképen. Főleg, amíg régen még nem is volt térkép, tehát egy gőzötök nem volt már arról, hogy egyáltalán hol vagytok. Bármit, hogy ti hol vagytok meg arról aztán meg végképp, hogy a másik hol van, hanem hogy így próbáltatok, hogy látok egy világító tornyot, meg látok valami malmot, meg ilyen, de van ott két fehér sapkájú hegy, meg, tehát egy ilyenek alapján próbált meg az ember tájékozódni, aztán utána így hát, hozd ki belőle, amit lehet. Jó, na, szerintem itt a fenyves mellett megcsinálom a kis kuckómat, kis vadász kuckómat, és akkor jöhet az építkezés, Mondom, én ezt mindig is annyira szerettem ebben a játékban, ezt az építkezősdit. Csinálunk egy ilyen hacientát. Egy ilyen kis 4x4-es, az így kezdésnek bőven jó, és azt mondjuk, hogy ja igen, ez a jó kis építkezős menü. Igen, itt lesz egy ajtó hát Ablakot azt nem, tehát földszintre ebbe a játékot abba Ablak az e, esélytelen, nem Nem raksz ablakot ebbe a játékba Földszintre, meg, meg tetőt sem, mert azt is betörik Mint az állat uh... Jó, jelentem van tető a fejünk fölött Akkor, oh lehelyeztük a tüzet Nagyszerű, akkor ebbe berakjuk a húsit oh, van jobb sapka nagyon király, akkor már öltözködjünk. Van minden? Van minden. Mindent felvettem. Oké, okay. most úgy nézek ki, mint valami őserdei harcos ember. Oké, okay. kezdjük el a kaját sütni, meg a kukoricát, nem tudom, abból popcorn lesz egyébként. Vagy úgy mi. Meg rakjunk már le ide egy ilyet. 1700, ne vicces bolondozó. Jó, ezt úgyis benyomják, úgyhogy igazándiból hót felesleges, inkább, inkább, inkább kezdjük el upgrade-elni itt a rendszert. Normál fára. Hát ugye az alapozás az a legfontosabb. Na, most, hogy megcsináltuk ezt ilyen fából, már nem fogják így instant betörni az egészet, hanem azért kicsit dolgozniuk kell rajta. Szóval ez még kvázi semmire nem jó. A következő szint az az, hogy kőből mindezt. Igen, és akkor ehhez kéne a kő. Jelentem, meg el is fogytunk fából. Na, de itt már van egy ilyen kedves kis fa, favikilló. És ez tök jó. Na, most már csak követ kéne találni. Na, próbáljuk azt az X-et. Na, kivágok itt egy-két fát, jó is lesz. Jaj, de jó. A régi emlékek megrohannak. Jó, ebből azért lesz egy pár száz fa, abból még a tetőt azt be tudom fejezni, plusz még talán egy ajtót. Igen, ajtót azt mindenképp toljunk már. Tom, hogy hót felesleges! De akkor is, az a mi ajtónk! Ő, ó, 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 itt elszenesedett a csirke. Itt kivesszük. A zsír. Na, a zsírra nagyon kell vigyázni emlékeim szerint, mert hogy a zsír az kvázi ilyen kincs. Oké, na. És akkor jöhet a kő alapzat. Ú, annyi kövem viszont nincs. Ez az. Ez az. Na, akkor most már csak egy ajtó kéne. Ez az ott az ajtó, nagyszerű. Hogy is volt? Mert az ajtónak is két fele van. Van egy páncélozottabb és egy kevésbé páncélozott. Jó, csináljunk egy zárat, azt mondja itt nekem a játék. Jó, legyen rajta zár, ehhez mi kell, ehhez csak fa kell. Jó, nem gond, már is hozom a fát. Éppen ezt a fát kivágjuk. Elfogynak innen a fák. Feltűnő. Jó, hát ez csak egy ilyen kezdeti kis tengerparti szállás, szóval senki ne várjon tőle csodákat. Jó, és mi kell még nekünk? Place lock on the door. Lock the door. Jó, ok. Na addig csináljunk már ide egy kis lépcsőt is. Ez az. Meg azért, tehát hogy látszódjon azért ez itt fan Half, fan, low wall, ha. Látszódjon, hogy itt azért fanolunk. Tehát ilyen teljesen a játék mechanizmus szempontjából totál funkciótlan dolgokat rakok ide. Tehát amiket így normális esetben soha, soha de soha nem raksz. Jó, kell még fa. Ó, megvan az ár. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy... Á, ez az. Akkor azt mondjuk, hogy create a key. És... Ja, én tudok kulcsot csinálni. Ah, itt közben meg oda ég a hús. Nézd már. Jó, akkor van kulcsunk. Nagyon jó, és be is zártuk. Akkor most már csak annyi kell, hogy csinálok egy szütyőt, és oda elrejtek egy pótkulcsot. Van, van pótkulcsom? Igazán, itt most olyan sok mindent nincs még véde, tehát nem kell védenünk semmit. De azért, na, a, a, az érzés azért legyen meg. Na, ezt a fát még kivágjuk jól. Na, de aranylag ez egy jó jó kezdés, Szá tehát senki nem ölt meg. Megmaradtak a cuccaink. Építkeztünk is. És még látni is lehetett, tehát nem esteledett ránk nem volt rossz az időjárás, nem szépen egy ilyen vidám, verőfényes, napsütéses napon itt haladtunk a játékban. Azért ez nagy szó. Ez nagy szó. Na, azt mondja, hogy szütyő. Hát ezt ide le tesszük valahova, azaz. És akkor ebbe berakom a pótkulcsot, meg még cuccokat. Ja, a zsírt azt mindenképp. Akkor már csak követ kéne törni. Na, ezt itt elrejtettük, jól van. És kellene nekünk még, még egy darab hálózsák. Ja, ahhoz meg dudva kell. Dudvát meg itt szerintem fogok találni. És akkor még egy hálózsákot ide valamelyik bokor aljára, így be tudok majd tenni. Na. Jó van, fiúk, lányok, én szerintem ennyit gondoltam volna egy elsőre. Ha tetszett, és szívesen látnátok még Rust tartalmat tőlem, akkor nagy erőkkel tapodjátok azt a like gombot. Én pedig akkor megköszönöm szépen a figyelmet, egy erős kezdés volt, meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Én viszont búcsúzom mára, mindenkinek kellemes napot kívánok. Sziasztok!